Magyarország gazdasága elég stabil lábakon áll ahhoz, hogy az eurozónában fennálló komoly növekedés problémák és egy az övezetben bekövetkező esetleges recesszió ne legyenek rá számottevő hatással, hangzott el a csütörtöki kormányinfón. Tartalékai azok kellően erősek ahhoz, hogy a komoly külgazdasági kitettség ellenére is egy nyugat-európai recesszió közeli állapotot azt növekedés mellett, akár erős növekedés mellett is, vagy szép növekedési adatok mellett is át tudjunk vészelni. Az Európai Bizottság szerdán tette közzé listáját a büntetővámmal sújtható amerikai importtermékekről. A jegyzéket csak a tagállamokkal folytatott egyeztetések után véglegesítik. Az Unió azért büntetné az Egyesült Államokat, mert a Kereskedelmi Világszervezet megállapítása szerint törvénytelenül nyújtott állami támogatást a Boeing repülőgépgyártó vállalatnak. Az érintett lehetséges termékek összértéke 20 milliárd dollár. Washington közben ellenlépéseket fontolgat, mert az európaiakról is bebizonyosodott, hogy illegális eszközökkel segítik az Airbus gyártóit.